A lengyel író Henrik Sienkiewicz írja a Szeretet rabjai című könyvében. Az élet kínos, nehéz, és gyakran olyan gordiuszi csomókat teremt, hogy emberi erő azokat nem tudja megoldani. Az élet gordiuszi csomói. Nehéz lenne a végére érni az olyan helyzetek felsorolásának, amikor az ember átéli tehetetlenségét. Azt, hogy a legjobb szándéka és igyekezete ellenére is be kell látnia, hogy nem rendelkezik sem elég erővel, sem megfelelő lehetőséggel ahhoz, hogy az ilyen helyzeteket megoldja. Talán egy visszafordíthatatlan betegség, egy végérvényesen megromlott kapcsolat, egy erejét meghaladó kihívás okozza azt a bizonyos görcsöt, amely megoldásához kevésnek bizonyul minden meglevő emberi erő. A Biblia olvasó útmutató mai igéje azonban egy különös, kiapadhatatlan erőforrás felé fordítja oda figyelmünket. A zsidókhoz írt levél 13. részének 9. versében ezt olvassuk. Mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív. Aki megtapasztalja a kegyelmet, az átélheti, hogy valaki kedveli. Nem azért, mert azt megérdemelné, sőt, akár hibái ellenére is. Ez a tapasztalat pedig felszabadító, megerősítő módon mozgósítja az emberben levő erőket. Ezt a kegyelmet maga Jézus hozza el nekünk. Azzal, ahogyan megismerteti velünk Isten szeretetét. Azzal, ahogyan hirdeti számunkra bűneink bocsánatát. És ez a megtapasztalt kegyelem valóban erőt adhat. Ha az élet gordiuszi csomóinak megoldásához nem is, de azok békességgel történő elhordozásához mindenképpen.